Elismerte Florin Kőcu kormányfő, hogy több mint 20 évvel ezelőtt egyetemi hallgató korában két napra fogdába zárták és megbírságolták az Egyesült Államokban a hatóságok ittas vezetésért. A miniszterelnököt a mai kormányülés után szembesítették az újságírók az értesüléssel. Kőcu elmondta, egy 20 éve történt hibáról van szó, a bírság kifizetéséhez az autóját is el kellett adnia. Gondolhatják, az ilyesmire nem büszke az ember, de hát ez van, jegyezte meg Kőcu.